Nagyforgalmú útszakaszt újítottak fel az újperinti városrészen. A munkálatokat egy 100 milliárd forintos országos program részeként végezték el a közelmúltban. Ezen a Körmendiák-Szombathely összekötő úton egy 3,3 kilométeres szakaszt újítottunk fel. Két híd korszerűsítése történt meg, a burkolat pedig körülbelül 10 cm vastagságban lett felújítva. Előtte elvégeztettük a vasi vízzel a szükséges javításokat, bekötéseket, hogy utólag ne legyenek útfelbontások. Ezzel együtt két busz megállónál betonburkolatot kapott az úttest. Korábban sok gondot okozott, hogy a járművek alatt megsüllyedt az aszfalt. Most ennél tartósabb megoldás született. Mindez 233 millió forintba került. És bár az útrekonstrukciót a központi költségvetésből finanszírozták, városi forrásból további fejlesztés is történt. A körzet képviselője elmondta, hogy 11 millió forinttal egészítették ki a rendelkezésre álló összeget, amelyből a gyalogos közlekedést tették biztonságosabbá. Emellett a szép út mellé illett egy járdaszakasz is, ami szintén nagyon sok jogos panaszoknak az orvoslását sikerült megoldani, hiszen az Alai Tóth János utcától egészen a busz megállóig egy járdaszakaszt építettünk, a korábbi megsüllyedt betonlapos járdát felvettük. A régi elemek sem mentek veszendőbe, a volt fiókkönyvtár épülete mellé kerültek.